a selmeci hagyományokhoz hűen búcsúztak a végzősök az Alma Matertől. Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán már évek óta hagyomány, hogy fáklyás felvonulással köszönnek el a hallgatók diák éveiktől és a várostól. Ez a hagyomány most már közel 250 évre tekint vissza, és a selmeci hagyomány többek között arról szól leginkább, hogy egy életen át odafigyelnek egymásra, a kollegalitáson túlmenően fontosnak tartják az értékek őrzését, a jó hangulatúságot, a barátságot, és hát azt a szolidaritást, amit akkor még nem is így hívtak. Csinálunk majd egy-két pici fölmérő. Az ünnepséget követően a fiatalok a Gyümölcs utcán keresztül indultak el utolsó közös útjukra, egészen a II. János Pál pápa térig. A menettel együtt tartottak a volt hallgatók, veterannissimusok, a teljes tanárikar és vendégek is. A város nevében Cserpalkovics András búcsúzott a tanulóktól. Ez egy nagyon szép hagyomány. A hagyomány ugyan persze ma már fehérvári hagyomány, de tudjuk, hogy a selmeci hagyományként indult el, és ez az, amit ápol a GEO, és a GEO informatika kar és annak hallgatói, tanárai, oktatói mindent megtesznek, hogy ez a hagyomány élő legyen, és a végzős hallgatók, azok úgymond elballagjanak a városból. Utolsó útjára indult a 25 ballagó közös korsója is, amelyből a hagyományokat követve mindenki ívott egy-egy kortyot, majd mikor kiürült, összetörték, a darabjaiból pedig minden egyetemista vehetett egyet, ezzel állítva emléket a mögöttük hagyott éveknek. Az ünnepség részeként a tanulókat jelképesen kirúgták a városból, ám ahogy Szabó Bence fogalmazott, az emlékek már örökre összekötik a geósokat. Vegyesek az érzéseim, ugyanis egy az boldog is, hogy végre ideje jutottunk az egyetemen, de viszont szomorú is vagyok pontosan ez miatt, mert társaimat nem fogok már annyira tudni találkozni. Tehát szét fogunk szélni az ország minden pontjába, ahogyan jöttünk elsőben, valaki Békés Csabáról, valaki Szombathelyről, valaki Győrből, valaki Kaposvárról, tehát teljesen szét fogunk újra szóródni, de talán ez a hagyományhoz is még össze fog tudni minket eléggé kötni ahhoz, hogy még akár nyáron, vagy akár egy pár év múlva újra találkozunk szintén, vagy itt az egyetemen, vagy másik testvérváros szakestéjén, vagy akár az életben bárhol a szakmában. Az estet a Valétabál zárta le, ahol közös vacsora után éjfélkor vették le szalagjukat a valétánsok, és ekkor adta át tisztségét a valétaelnök az utódjának.